A környezetbarát fatüzelés világnapja alkalmából a Városházán szemléletformáló előadást tartott Henselmann Imre, a Magyar Cserépkályhások, Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestületének titkára és Szabó Mihály karcagi kályhásmester. Henselmann Imre az általános és középiskolásoknak a fűtőanyagok helyes felhasználásáról beszélt, felhívta a figyelmet a hideg időjárással beköszönő fűtési szezon veszélyeire, a szénmonoxidra, mely szintelen és szaktalan, így nincs lehetőségünk időben reagálni. Ha konvektor van a helységben, akkor mindenképpen kell egy úgynevezett reteszelés, ez elektromos úton megoldható, ha érzékeli azt, hogy működik a kályha vagy a kandalló a lakásba, akkor nem engedi a konvektort bekapcsolni, és akkor nem történhet meg. A kandallónak, kályhának jóval nagyobb a húzata, jóval erősebb húzat szempontjából, ezért ő megindul a kéményen kifele a saját füstjével, amit esetleg még éreznénk is, mert szaga van, ugyanakkor a gáz berendezésbe, hogyha visszaszívja a kályha és elindul visszafele, azt a mérgező szénmonoxidot, azt nem tudjuk érzékelni, tehát ezért mindenképpen alapvetően fontos, nem csak valamiféle úri hobbi előírás az, hogy kell ilyen reteszelés, hanem egészségvédelem, életmegőrzés, és mindenféleképpen ajánlott az, hogy ha ilyen rendszerünk van otthon, akkor egy szénmonoxid érzékelő legyen beépítve a lakásba, mert ez a szénmonoxid érzékelő akkor, amikor még nem mérgez, akkor már, de látja, hogy elindult fölfele, akkor már tud csipogni, és akkor a csipogásra tudunk reagálni, hogy valami gond van. Épp ezért nagyon fontos, hogy olyan anyagot használjunk, amivel nem szennyezzük és károsítjuk tovább a környezetünket, és mindenképpen szerezzünk be szénmonoxid riasztó készüléket is. Az a legfontosabb, hogy azt elhiggyük, hogy száraz fával szabad tüzelni, szénnel gyakorlatilag már nem szabadna régóta, csak itt ugye ez szociálpolitikai kérdés, hogy mikor tudjuk fára cserélni a dolgot, és a másik nagyon fontos az, hogy szeméttel, hulladékkal magunkat mérgezzük elsősorban, és csak utána a környezetet. Hiába nyerünk vele valamennyit, nem ez a jó megoldás. A megújuló energiaforrások is szóba kerültek, a napelemek hatékonyságáról beszélt a szakember, és az ezzel kapcsolatos pályázatokról. Azt is elmondta, hogy legalább 2 évig szárítani kell a fát, hogy 20% alatt legyen a nedvesség tartalma, és felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy otthon gumit, hulladékrongyot, műanyagot tilos tüzelésre használni. A fa, hogyha csak simán fölhasogatom, ugye azokat a szép nagy darabokat, nyilván azt nem azért termelték ki, hogy abból mind tűzifa legyen, amit a fekete-fehér képen látnak, hanem azért, hogy ebből, amik lehet iparifaként, bútoripar, aztán utána papíripar, és a többi, és a többi. És közben a hulladékból, ami tűzifa esetében ugye közel az 50%-a ennek a kitermelt fának, hulladékból tűzifa lesz, a fűrészporból brikettet lehet, ha olyan a technológia, akkor lehet faaprítékot készíteni belőle. Erőművekbe használunk sajnos ilyen faaprítékot, és a pellet. A pelletnek egy előnye van, hogy ez könnyen automatizálható, de a pellet előállításánál meg kell őrölni a faanyagot, ez külön energiabevitel, és meg kell szállítani, mielőtt ezt a nyúlbogyót elő tudnánk állítani belőle, tehát szárazabb, de az előbb azt mondtam, ugye, hogy kidobjuk a pénzünknek egy jelentős részét, akkor, amikor kitermeljük a fát, akkor 50-60% körüli, ennek, hogyha most kilovattóra pro kilogramba mondom, akkor 2,3 a fűtőértéke, és akkor, amikor azt mondjuk mi, hogy 20% alatti tartalom, tehát nézzük meg mondjuk a 15%-ot, akkor ez 4,3,
tehát a 2-3 helyett 4,3, majdnem dupla annyi a fűtőértéke. Kevesebb lesz az összfatömegem, mert az összfatömeg az vizes, ugye, hogyha én 100 kilót vásároltam 50%-osan, és ezt 15%-ra leszárítottam, hagytam, hogy a szél és a nap dolgozzon, nekem csak egy fedőt kell fölé rakni, és akkor utána a többit azt már elvégzi a természet, akkor ez azt jelenti, hogy 23 kiló vizet elpárologtatott, tehát csak 76,7 kiló marad ott. Magyarul a 76,7-et kell a 4,3-mal szorozni, szembe a 100 szorozva a 2,3-mal, és itt jön ki az, hogy 31% különbség van a pénztárcánkon ezt veszteségként. A tűzifa, tehát ha elég száraz, akkor ez tűzre való. Tűzre lehet még tenni a fehér, tehát nem színes papírt, a színes vagy fényes papírt már nem, itt ugye az újságok, a bontott ablakokat nem, a kerti hulladékot nem, azt komposztálni kell, az olajhulladékot nem, a gumit semmilyen nagy mennyiségben, sem úgy, hogy az elkopott gumicsizmát vagy cipőt a kazánba bedobjuk, a hulladékrongyot sem, és különösen-különösen nem bármiféle műanyagot. Még erre majd egy pillanatra visszatérünk. Ha ilyen füstöt látunk, akkor ez csak valamiféle rossz minőségű szenet vagy hulladék égetést jelenthet, ezt vizes fával sem tudjuk elérni, ezt a szemetet, ezt a szennyezés kibocsátást. Rossz taktika, amikor azt hiszi valaki, hogy én elégettem, a füst kiment, és utána az elmegy. A füstnek egy része elmegy, de én vagyok hozzá legközelebb, és a ház szellőzésnek ilyen-olyan módján visszajön a lakásba, tehát elsősorban a saját családomat fogom mérgezni, hogyha így tüzelek. Szabó Mihály pedig gyakorlati oldalról fotókkal illusztrálva közelítette meg a jócserépkályha és kandalló építésének és használatának a szabályait, a kémény és a kályha koromtalanítás, takarítás fontosságára is felhívta a figyelmet. Mindenféleképpen kell ugye a helyszínen levő egyeztetés, többszörös egyeztetés. Ugye egyszer ugye vannak ugye az igények, amit ugye esztétikailag majd szeretnénk elvárni, ez kék legyen, piros legyen, hogy legyen. És ugye mindenféleképpen illeszteni a helységnek a hőigényéhez, a család hőigényéhez. Ez kiegészítő fűtés lesz-e, vagy főfűtés. És ugye aztán eljön ugye az építés. Az építésnek is ugye a miensége nagyon fontos, a mestert azt mindig jellemzi. És egy precíz tüzelőberendezés az nagyon sokat múlik az épített anyagokból, a mester szaktudásából, és nagyon-nagyon fontos a fölhasználásból. Tehát ugye ennek mi vagyunk a egyik mozgatói, hogy azt a végül a fölhasználó megértse és úgy is használja. Karcag egy olyan város, aminek komoly múltja van kályhacsempe készítés, kályha építés terén, nagyon nagy nevű mestereink vannak. Ugye több generáció óta végzem én is ezt a tevékenységet. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok lakásban mai napig fölelhető a cserépkályha, de ezek a gyerekek, akik itt ültek, emlékezhetnek ugye a nagyszülőknél látott kályhákra. Tehát én úgy gondolom, hogy a régben is jelen voltak a kályhák, és ugye most is jelen vannak a kályhák, és úgy gondolom, hogy biztos, hogy jelen is fognak lenni. Egy mindenféleképpen le kell szögezni, hogy ez egy illusztris dolog, tehát nem kicsi pénzbe kerülő egyedi építésű tüzelőberendezésről beszéltem, de ahogyan én ezt szoktam nevezni, ez a házerőműve. És nagyon nagy hangsúlyt fektetnék arra, hogy ebben a mai globalizált világunkban ez egy majdnem mindentől független, ezt ugye mi magunk tudjuk irányítani, és ez sokszor nagyon-nagyon fontos dolog. Néhány napra elég, ha villanyszünet van, vagy áramszünet van, akkor ugye az egyéb rendszereink sérülhetnek. Egy cserépkályhát meg kell becsülni, és azt megbecsüljük, nagyon hálás tud lenni.